Jó napot kívánok! A Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Népművészeti Egyesület nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Népművészeti Kincsek a Jászkunságban című kiállítás megnyitóján. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben Kovács Sándor urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kovács Szilvia alpolgármesterasszonyt. Tisztelettel köszöntöm Kenyeres Sándorné asszonyt, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Népművészeti Egyesület elnökét. Tisztelettel köszöntöm a kiállítás jelenlévő alkotóit, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Népművészeti Egyesület tagjait és kedves hozzátartozóikat. Szeretettel köszöntöm a Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestületének jelenlévő tagjait, az intézmények vezetőit, képviselőit, minden kedves jelenlévőt. Szeretettel köszöntöm a kedves televíziónézőket, akik a képernyőn keresztül kísérik figyelemmel rendezvényünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kiállítás megnyitó rendezvényünk kezdetén kérem, fogadják szeretettel a Karcag és környéke népdalaiból válogatott összeállítást Karcagváros kamarakórusa előadásában. A kamarakórus vezetője Lór Kerekes Ágnes. Szívünk életet, rossz végünk az ástól. Kiszállt
érti, sem a jársak, sem a kurság, sem a tart a bíróság. Így vagyok, ha így vagyok, ha akkor elvi, neked a szerető szeri, szeret százféle virágot, egy sem hozzá véle áll. Így vagyok, ha én vagyok, ha aki nem jó, hogy majdkor nyitóvalok, hol a sűvegen megyek, van a kisben szeretek, sőt a sűveg ajtóvalok, szőke kisben szomorítok. Hattatott a hiányzat, üveges falkas, úgy szép ajánlott a magas, ha nem magas jó kerekes, szép a kisben van szerelmes. Köszönjük szépen a ismert és gondolom sokak által önmagukban énekelt vagy dúdolt dalokat. Felkérem Kovács Sándor urat, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét köszöntő beszéde megtartására. Tisztelt alpolgármester, tisztelt alkotók, tisztelt érdeklődő kiállításra eljövő karcagiak és a környékből eljövő minden kedves érdeklődő. Amikor ezt a kiállítást először megnéztem körülbelül egy fél órával ezelőtt, azon gondolkoztam, hogy ki járt jobban. Mint a mai világban mindig azt nézzük, hogy kié a haszon. Ki jár jobban egy ilyen kiállítással? Azok a művészek, azok az alkotók, akikből kikívánkozik valami csodálatos mű, valami érték, formába tudják önteni, textilbe, fába, agyagba, vasba, vagy mi jártunk jobban, akik gyönyörködhetünk benne, használhatjuk, csodálhatjuk, házunk, lakásunk díszének mondhatjuk. Ki az, aki jobban jár? Hiszen a művészekben van egy talentum, van egy tehetség, ami mindenképpen kikívánkozik. Legyen az a művész hivatásos, aki életvitelszerűen űz egy csodálatos szakmát, egy művészetet. Lehet olyan, aki nyugdíj után hobbiból, vagy a mindennapi munka a család mellett alkot valami szépet. Én tudom azt, hogy akiben benne van a tehetség, abból kikívánkozik. Nem hagyja nyugodni, nem hagyja az a kikívánkozó szépség nyugodni az embert, ami benne van, ki kell jönni, meg kell mutatni. És mi a közönség, aki részesei lehetünk ennek a csodának, megcsodálhatjuk, láthatjuk azt, hogy ezen a tájon, az Alföldön, a Nagykunságban, a Jászságban, egész megyénkben és a környéken rengeteg olyan tehetséges ember van, akire méltán lehetünk büszkék, és ilyen napokon, ilyen kiállításokon rácsodálkozhatunk. Mert azt mondják, hogy gazdag az Alföldnek a földje, termékeny, búzában, kukoricában, a himnusz is megénekli, hogy értünk Kunság mezején, ért kalász lengettél, de megérnekelheti a dolgos, szorgalmas, tehetséges embereket is. Megénekelheti azokat a 100 évvel ezelőtt élt parasztasszonyokat, paraszt embereket, akik valami csodálatost tudtak alkotni, valami csodálatosat tudtak ránk hagyományozni. És amikor körbenézünk, ezek a munkák nem a múlt. Múltban gyökereznek nagyon mélyen, de ez a jelen is. Ha ránézünk a mai fiatalokra, hordanak csipkét, hordanak hímzést, elegánsan kunhímzéses sállal van az együttes is, és jól áll,
nem régi, nem avitt. Tehát a népművészek, amit ma alkotnak, az a múltban gyökerezik, a jelenben él és a jövőben mutat. Hiszen különleges kincs. Különleges kincsek a hímzések, a csipkék, a kerámia tárgyak, azok a kovácsolt vas művek, amik egy házat, egy udvart méltán díszíthetnek. És nem csak a művek, hanem azok az alkotók is ékességünkre válik, büszkeségünkre, hiszen minden településen meg kell becsülni azokat az embereket, aki valami pluszt alkotnak. Munkájukban, művészetben, ez a művészet lehet képzőművészet, lehet zene, lehet tudomány, és amire büszkék vagyunk, és engem közelről érint, az ételek. Hiszen mind a hagyományainkból merítkezik, amire vigyáznunk kell, amit óvnunk kell, és tovább kell vinni. És amikor egy ilyen kiállítás megnyitón kicsit elénk tárul az, ami otthon a lakásban készült, a műhelyben, talán kevés értő szem előtt, ilyenkor, mint egy virág kinyílik, legpompázatosabb, egymás mellett vannak, és nem csak az alkotók lehetnek büszkék, hanem mi is. Hiszen a mi történelmünk, a mi hagyományaink, a mi népművészetünk mutatkozik így be. Én kívánok mindenkinek, az alkotóknak, akik a legjobban jártak. Mi, a nézők, a használók, akik talán még jobban jártunk. Hogy nagyon sok ilyen műben, nagyon sok ilyen csodában legyen részünk, és ezt adják át a fiataloknak, adják át a következő generációnak, mert ez nem csak a múltunk, nem csak a jelenünk, hanem a jövőnk is. Én mindenkinek nagyon kellemes, nagyon értő és nagyon élvezetes kiállítást kívánok, kiállítás megtekintést kívánok, és kívánom azt, hogy azok a szerencsések, akik magukéna tudhatnak egy-egy ilyen művet, azok lakásuk, családi házuk, családjuk díszévé tegyék ezeket, mert mindegyik megérdemli külön-külön. Mindenkinek nagyon kellemes kiállítás és tárlat nézést kívánok, és kívánom azt, hogy legyen részünk még többször, még több alkalommal, még több művet megnézni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Megköszönöm Kovács Sándor elnök úr kedves gondolatait. Miközben hallgattam a szavait, le is írtam egy nagyon fontos, azt hiszem mindannyiunk számára üzenetként magunkkal vihető gondolatsort, hogy a népművészet a múltban gyökerezik, a jelenben él és a jövőben mutat. És miközben ezeket a gondolatokat hallottam tőle, eszembe jutott Sebő Ferenc mondása, hogy a hagyományt nem őrizni kell, mert nem rab, nem ápolni kell, mert nem beteg, hanem éltetni kell, élni kell, éltetni kell. És öröm az, hogy itt a velünk élő hagyományokkal együtt vagyunk, és a lakásunkba visszük, akkor tovább éltetjük, és köszönet az alkotóknak, hogy van erre lehetőségünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a következő percekben ismét szép dallamok csendülnek fel, hallgassuk együtt Bárdos Lajos Tréfás házasító című művét Karcagváros Kamaroksa előadásában. Sárgalép a zöld uborkakul, hová megyünk, ez se pistakul, azóva egy nagyukkal a szürkei udvarában. És a halakodókon, kisebb állazott barodókon, szépen már a köntös, és a fernet kumma, 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 szépen már a köntös, és a fernet Beteg az én szívem talán.
várunk rám a lányokon, azt gondolják, kérdük vágyokon, pedig nincsen értük, bár még inkább hűrel vizet innék. Köszönjük szépen Karcagváros Kamarakórusának az előadást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, felkérem Kenyeres Sándorné asszonyt, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Népművészeti Egyesület elnökét a szakmai megnyitó megtartására. Elnök úr, alpolgármester asszony, kedves kiállító tagtársak, tisztelt megjelentek, akik eljöttek a kiállítás megnyitóra. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Népművészeti Egyesület 34 alkotójának munkáit hoztuk el most önöknek, amit ebbe a terembe láthatnak. A megyei Népművészeti Egyesület krisztusi korát éli, 33 évvel ezelőtt, 1984-ben jött létre Szolnokon. Az egyesület célja a tárgyalkotó népművészet, a népi kézművesség hagyományainak, szellemi értékeinek, technikai tapasztalatainak a felelevenítése, éltetése, átadása a következő nemzedéknek. Az egyesületünk által végzett tevékenységek közül kiemelem elsősorban a játszóházakat, népi kézműves foglalkozásokat és bemutatókat, a szakmai konferenciák, továbbképzések, képzések, kiállítások és táborok szervezését, valamint a más jellegű hagyományok, például a falusi disznótorn ápolását. Az egyesületünk tagjai minden évben ott vannak az ország legnagyobb seregszemléjén, a mesterségek ünnepén Budapesten, a Budai Várban. Ott vannak a megyénben rendezett népművészeti kiállításokon, a települések különböző jeles napjain is. Az országos szakmai pályázatok, konferenciák, tanácskozások és kiállítások legtöbbjén a megye népművészei is részt vesznek. Többször saját tevékenységük vagy településük színeibe jelennek meg, és hát gyakran előfordul, hogy nem hangsúlyozzák ki, hogy ők egyben a megyei népművészet egyesületi tagjai is, de képviselik településüket és megyénket is. Szerte a megyében élnek az egyesület tagjai, de a településükön nem csak ott laknak és alkotnak, hanem többségük kiemelkedő, aktív, közéleti személyiség is. Vannak olyan tagok, akik helyben szakköröket, egyesületeket, alapítványokat hoztak létre és működtetnek, szerveznek. Többen nyitott műhelyt vagy műhelygalériát hoztak létre, ahova szívesen fogadják az odaérkező látogatókat. Jelenleg taglétszámunk 120 fő, munkaszervezetünk nincs, két közfoglalkoztatott alkalmazottunk van az egyesületben, akik elsősorban az alkotótelepünk munkáját segítik. Tagjai vagyunk a Népművészeti Egyesületek Szövetségének és a Népi Kézműves Alkotóházak Országos Egyesületének. Arról vagyunk híresek, hogy 28 éve Tiszavárkony településen népművészeti alkotótelepet működtetünk, ahol az egyesület a tulajdonos és a fenntartó is.
2017. január 1-én, jobban mondva szilveszter éjjelén, sajnos leégett az alkotótelep főépülete, az alkotóház, melynek során szinte mindenünk a műhelyekben elhelyezetteken kívül odaégett. A tűzvizsgálat májusban lezárult, a nyomozást tettes hiányában felfüggesztették. Ez az alkotóház az az otthon, ahol az egyesületi tevékenység jelentős része volt és megvalósult. Ez az épület, amelyik leégett, a közel 30 év alatt a megye tárgyalkotó népművészetének emblematikus épületévé vált. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem adjuk fel, tovább tesszük a dolgunk. Mert az elmúlt 28 év alatt az alkotóházba látogató sok-sok gyermek és felnőtt rengeteg emlékkel távozott tőlünk. Szívesen emlékeznek vissza egy-egy kézműves táborra, foglalkozásra, ott eltöltött osztálykirándulásra, vagy éppen munkahelyi csapatépítő összejövetelre, illetve sokak emlékében él tovább egy-egy falusi disznóvágás emléke is. Ezért a Megyei Népművészeti Egyesület még januárban rendkívüli közgyűlésen úgy döntött, hogy újjáépíti a Tiszavárkonyi alkotótelepen a főépületet, és adománygyűjtésben kezd. Örömünkre szolgál a nagy veszteségben, hogy magánemberek felajánlásaiból és két alkalommal civil művészeti szervezetek kezdeményezésére és szervezésében Szolnokon megtartott jótékonysági rendezvény bevételével, valamint a Szolnoki Művésztelep három képzőművészet által felajánlott alkotások árverezésével befolyt összegből gyarapodni kezdett az adománygyűjtésre megnyitott elkülönített számlánk. Ezt azért mondtam el, mert most megrendezett kiállítás mellett a folyosón az Egyesület tagjai által felajánlott tárgyak megvásárolhatók, ajánlom önöknek, és az eladásból befolyt összeg bevétel szintén az adománygyűjtő számlánkat fogja gyarapítani. Javaslom tehát, segítsék az alkotóház újjáépítését a felajánlott tárgyak megvásárlásával. Az eltelt több mint fél év során elindult kezdeményezések nyomán megvalósulni látszik az az összefogás, amely gyakorlatilag 28 évvel, 30 évvel ezelőtt az alkotótelep létrehozását segítette akkor. Bízunk benne, hogy nem csak 1985 és 88 között fogott össze a megye lakossága, hogy létrejöjjön a népművészeti alkotóterep, hanem ma is tudunk ilyen összefogást prezentálni, és újra felépül az alkotóházunk. Visszatérve a kiállításra és a kiállítókra, el kell, hogy mondjam, hogy az Egyesület tagjai saját maguk fejlődésével is sokat törődnek. Az elmúlt években több mint 28 tag lett népiparművész cím. Tagjaink között van népművészet mestere, népművészet ifjú mestere, hagyományőrző, királycsigadíjas, illetve Csokonai alkotói díjjal kitüntetett mester. Az Egyesület reméljük, hogy hozzájárul a megye népművészeti hagyománya, a népi kismesterségek közvetítésével a nemzeti hagyományaink, értékeink megismeréséhez, a közösségi művelődéshez, melyel a nemzeti kulturális identitás alakulását a helyi, kistári és megyei, valamint nemzeti értékeink gyarapítását segíthetjük elő. Ezen túl az Egyesület tagjai személy szerint is, és a létrehozott tárgyak által is gazdagítják településük és megyénk értékeit. Több szakág és abban tevékenykedő népi iparművész munkássága már része a helyi települési, illetve megyei értéktárnak. A megyei értéktárban jelenleg 64 érték szerepel, és benne nem kevés a népművészet. Ott található a megyei értéktárban a jársági szűcshímzés továbbélése, a kunhímzés, a vercsipke, a mezőtúri és tiszafüredi fazekasság,
Szűcs Imre fazekas népiparművész, népművészet mestere munkássága, az újjászületett jászviselet, a jászsági kosárfonó hagyomány, a szalmafonás népi hagyománya, a nagykun legénybot, a népművészet mesterei díj kitüntetjeinek tudása és tevékenysége csak a tárgyalkotó népművészet területén elfogadott értékekről beszéltem most. Reméljük, hogy tevékenységünkkel, közhasznú szolgáltatásainkkal elősegítjük a térséghez, vagyis a nagykunsághoz, a jászsághoz és a megyéhez való tartozás érzését, a múlt az értékeink megismeréséhez, éltetéséhez és megújításához nap mint nap hozzájárulunk. A jelen kiállításon, mint láthatják, gyönyörű hímzéseket mutatunk be önöknek, melyek a Kárpát-medence különböző tájegységei hímzés kultúrájából adnak ízelítőt. Természetesen elsősorban a kunhímzést és a megújult jászsági szűcshímzést ajánlom figyelmükbe. Mivel a kunhímzés az elmúlt időszakban, hál' Istennek és jelenleg is, több helyen és helyszínen került és kerül bemutatásra, így a kiállításon csupán kis töredéket tudunk megmutatni, főleg a hagyományos kunhímzésből. A mi megyékben található az évszázadokra visszanyúló alföldi fazekasság két nagy központja. A kiállításon bemutatjuk mind a mezőtúri, mind a tiszafüredi fazekasságot, láthatnak a tárgyak között hagyományost és modern, mai lakáskultúrába beilleszkedő fazekas munkákat is. Megcsodálhatják a fafaragók szobrait, tálait, használati eszközeit, a vesszőből készült hagyományos és modern tárgyakat, de hoztunk kovácsolt vasat, épp karcagi népiparművész munkásságából mutatunk be néhány tárgyat. Van a kiállítók között késesmester, csuhé és szalmajáték készítő, valamint bemutatkoznak a népi szövők és a népi ékszerkészítőnk is. Láthatunk a kiállításon továbbá vercsipkét és varrott szolnoki csipkét, valamint egy képvestő öltözetet. A kiállítás összeállításánál arra törekedtünk, hogy minél többféle dolgot megmutassunk a ma élő tárgyi népművészetből, azokból a szakágakból, amelyeket a megye alkotói művelnek. És az a célunk is vezérel, hogy demonstráljuk a megye tárgyalkotó népművészete él, virágzik és élni kíván. És végül Juhász Ferenc költő figyelmeztető gondolatait osztom meg önökkel, aki a következőket írta. A világ tele volt képíró asszonyokkal, fafaragó emberekkel, népballadákkal, dalokkal, teremtés és halál mítoszokkal és népmesékkel. Vigyázzunk, hogy ki ne halljanak az éneklő népek, a mítoszalkotó népek és a képíró asszonyok, valamint a fafaragó emberek, mert az ember hal ki velük. Fontos figyelmeztetés ez, ami a mára is igaz. S ha hagyományainkat, melyek századokra nyúlnak vissza, át tudtuk menteni a 21. századba, akkor fontos feladatunk, hogy vigyázzunk rájuk, éltessük, adjuk tovább és újítsuk meg. Legvégül engedjék meg, hogy megköszönjem támogatóink segítségét. Ez a kiállítás úgy valósulhatott meg, hogy a gondolatot támogatja a Magyar Művészeti Akadémia, Karcagváros önkormányzata és a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont támogatása segítő közreműködése nélkül nem valósulhatott volna meg. Továbbá köszönöm a kiállítás rendezésben való közreműködést a Dériné munkatársainak, valamint Andrássyné Peszeki Áginak és Tóth Istvánnak, az Egyesület tagjainak a segítségét. E gondolatok jegyében a kiállítást megnyitom. Köszönöm türelmüket! Felkérem Szepesi Tibor igazgató urat, önkormányzati képviselőt, hogy egy virágcsokorral köszönje meg Kenyeres Sándorné Jutkának a sok-sok munkát és a megnyitót.
igazgató úr, egy palackborral köszöni meg Kovács Sándor elnök úr közreműködését. Köszönjük szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem, tekintsék meg a kiállítást, majd mondják el családtagjaiknak, ismerőseiknek, hogy szeretettel várjuk őket is a tárlat megtekintésére. 2017. szeptember 29-ig munkanapokon 9 és 17 óra között látogatható. Ahogy Kenyeres Sándorné Jutka is említette, a kiállítás ideje alatt népművészeti tárgyak vásárlására nyílik lehetőség, melynek bevétele a leégett Tiszabárkonyi Alkotóház újjáépítését szolgálja, tehát egészen szeptember 29-ig működik az árusítás. Ezt azért hangsúlyozom, hiszen talán hihetetlen, de 101 nap múlva karácsony, és remek karácsonyi ajándékokat lehet itt most vásárolni a kiállított tárgyakból, és nem akármit, hanem gyönyörű, értékes tárgyakat helyezhetünk majd a karácsonyfa alá. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy együtt voltunk a mai délutánon, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek, én elköszönök Önöktől, viszontlátásra! Köszöntöm nézőnket, a Déri Nők Kulturális Központban egy nagyon szép kiállítás nyílt meg, Kovács Sándor elnök úrral beszélgetünk. Ön már nem először látta itt ezt a kiállítást, mit kell erről tudni, és mit szól ezekhez a remek művekhez? Azon gondolkoztam, amikor a kiállítási tárgyakat néztem, hogy melyik a jobb, alkotónak lenni, akiből ki kívánkozik ez a csodálatos munka, vagy azoknak a nézőknek, akik láthatják ezt a kiállítást. És ez nem csak kiállítás, nem csak gyönyörködni lehet benne, hanem olyan népművészeti tárgyak, amik használati tárgyak, amik a modern lakásba, a modern háztartásba ugyanúgy használhatók, ugyanúgy díszek lehetnek, mint akár 100 évvel ezelőtt. Azért csodálatos ez a kiállítás, mert a múltunknak egy pillanatnyi része, egy pici része, az a része, amivel díszítettük a mindennapjainkat, őseink díszítették a mindennapjainkat, és ez ma is használható, megállja a helyét a legmodernebb, a legjobban technikailag felszerelt lakásba is, házba is, és az a jó benne, hogy él tovább, hiszen nem csak a szépség, hanem a funkció is benne van ezekben a terítőkben, ezekben a kerámiákban, ezekben a kovácsolt vasmunkákban. Én azt gondolom, hogy nem csak a múltnak, és nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is készülnek ezek a tárgyak. Szemedgyönyörködtetőek, funkcionálisak, egy kést, amit egy ilyen művészeti alkotás, hogy kést jó a kézbe venni, egy ünnepi asztalon gyönyörűen mutatnak ezek a terítők, vagy egy párnahúzat. Csodálatos a kovácsolt vasmunkák, a kerítés díszeivel válhat egy lakásnak, egy konyha kultnak, azok a kerámiák, amik itt vannak. Én azt gondolom, hogy mindenki jó járt. Jó járt az alkotó, aki csodálatos dolgokat tud létrehozni, és jó járnak azok az emberek, mi, akik ezeket használhatjuk, akik gyönyörkedhetünk benne. És azt gondolom, hogy irigykedünk, hogy ők ilyet tudnak. Nem szabad irigykedni, hiszen az egy tehetség, egy teher, egy talentum, hiszen ezeket az emberekből kikívánkozik az alkotási vágy, gyönyörű dolgokat csinálnak. Gyönyörű dolgokat, és hát beleillik abba a hagyományba, ami mindannyiunké, hiszen vannak a népművészeti tárgyak, vannak a dalaink, zenéink, vannak az ételeink, mi egységet alkotnak a múltunk részei, amiket mindenképpen őrizni kell, tovább kell adni az utánunk következő generációknak, úgy, ahogy őseink ránk hagyták, művelve, továbbvéve, és én azt gondolom, hogy még talán több száz évig örömet és boldogságot okoznak az alkotóknak és a használóknak is. Köszönjük szépen! Én köszönöm a lehetőséget! Az előbb elnök úrtól már hallottuk, hogy milyen gyönyörű ez a kiállítás, de hogy hogyan is jött létre, arról Kenyeres Sándornéval, a Jász Nagykonszolónk megyei Népművészek Egyesületének elnökével beszélgetünk. Mit kell tudni az Egyesületről, és hát az apropóját is mindjárt elmondjuk, de először egy picit az Egyesületről beszéljünk. A Jász Nagykonszolónk megyei Népművészeti Egyesület 33 éve működik. 1984. decemberében jött létre Szolnokon. A tárgyalkotó népművészettel foglalkozó alkotók hozták létre, fafaragók, hímzők,
szövők, kovácsok, és sorolhatnám tovább a kézművesség szakágait, és természetesen mi nem zárjuk ki azokat sem, akik csak szeretik a népművészetet, tehát az is tagja lehet a megyei népművészeti egyesületnek, aki mondjuk hozzátartozó, vagy csak hobbiból készíti a különböző tárgyakat otthon rokonainak. Tehát az egyesület ennek következtében sokszínű, mert vannak, akik nagyon profi, nagyon szép munkát hoznak létre, ilyen alkotások láthatók most itt a kiállításon, és vannak olyan egyesületi tagok, akik otthon keresztszemeznek, vagy faragnak dolgokat, de nem jutottak még el arra a szintre, hogy kiállításra hozzanak tárgyakat. Beszéljünk a kiállítás mellett az apropójáról, hiszen ez egy rossz apropó, sajnos a Tiszavárkonyi Alkotóházról van szó, ami leégett, ezt mindenki olvashatta, hogy mi történt ott, de hogy áll az újraépítés? Elején tartunk még az újraépítésnek, mert a tagság úgy döntött, elsősorban telefonos és személyes nyomásra, mert akik ott jártak és töltöttek ott el pár napot, azoknak nagyon szép emlékei vannak, és buzdítottak bennünket, lelkesítettek, hogy ne hagyjuk abba a dolgot. Az alkotótelep Tiszavárkonyban 28 éve működik az egyesület tulajdona, mi vagyunk a fenntartók is, úgyhogy egyesületi működtetésben egyébként is nem volt könnyű ennek a működtetése, és most, hogy szilveszterkor egy rosszul rögzített tűzijáték okozta a tüzet, és pillanatok alatt leégett a náttető és a födém is, ez azért nagy érvágás nekünk, mert a rendezvények nagy részét ebbe a szép tiszaparti épület együttesbe tartottuk, és pont a főépület, ahol szállások is voltak, foglalkozások is, hogyha rossz idő volt, ott áll egy hatalmas telek műhelyekkel, de nincs fogadótér, fogadóépület. Ezért kezdtük el az adománygyűjtést. Volt már Szolnokon két nagy jótékonysági rendezvényünk, mind a kettőt művészeti civil szervezetek kezdeményezésére valósítottuk meg. Ezeknek a bevételei az adománygyűjtő egy számlánkon van már, illetve ehhez kapcsolódva, ehhez a jótékonysági eseményekhez kapcsolódva, a Szolnoki Művészterep három képzőművésze, Fazekas Magdolna, Nagy Katalin Matild és Verebes György képzőművészek egy-egy alkotásukat ajánlották föl árverezésre, és az árverezésből befolyt összeg is már ezen az adományozott egy számlán van, de ez az összeg még tovább gyarapodott magánszemélyek pár ezer forintos befizetésével, és mindez összesen elmondhatom 2.284.000 forint most. Ezzel még nem tudjuk elkezdeni az építkezést. Több 100.000 forintra lenne szükségünk. Nézzük a pályázati lehetőségeket is, és bízunk abban is, hogy más-más város is, ahol több népművész él, vagy népművészetet szerető ember szervez majd hasonló jótékonysági rendezvényt, és akkor annak a bevétele is gyarapíthatja az egy számlánkat. Mi bízunk abban, hogy Karcagon is lesz egy ilyen esemény, és nagyon nagy örömmel jönnék, hogyha lenne ilyen esemény, és segíteném annak a megvalósítását. Azt gondolom, hogy a városon ez nem múlik, úgyhogy remélem, hogy hamarosan erre visszatérhetünk. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen!